Tehát egy borzasztóan fontos dolog, ez a része, hogy ő nem fontos abban a pillanatban. Tehát amikor a bölcsök Erikőre ráesik egy színpadi elem, és kirándul a bokája, és óriási vérvesztesség van, de végig csinálja az előadást, úgyhogy nem is veszi észre senki. És utána elvárjuk. Hát akkor már lehet. Tudjuk azt, hogy Molière konkrétan a színpadon halt meg. Tehát egyszerűen nagyon szép halál, ugye, egy olyan embertől, akinek egész élete is a színpadról szól. Én sokszor mondom azt, hogy bízni kell, de közben meg sose lehet bízni. Sose lehet bízni. Tehát közben nem bízhatsz a színészben, mert a semmiből nem tud semmit csinálni. Tehát ezt az improvizációra mondom, hogy borzasztó nagy lélek jelenlét kell, és a másikra figyelés ahhoz, hogy létrejöjjön egy olyan előadás, amit akkor és ott egyszer és utoljára alkotunk, de ahhoz alá kell tenni valamiféle talajt, valami szilárd dolgot, amire ő rá tud támaszkodni. Mert akkor abban a pillanatban, ugye, valamitől kiderugaszkodni, mondjuk így lehetne fogalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes járni olyan helyekre, ahol mi el tudjuk lesni, lopni, tanulni azt a képességet, amit ők tulajdonképpen napi szinten fejlesztenek. Napi szinten fejleszti a színész. És meg kell itt mondanom, hogy ugye mindenki járt iskolába, de az is lehet, hogy van itt, aki ma is iskolában dolgozik, vagy tanít. Hogy velünk ez miért nem volt úgy, amikor tanítás folyik? Vagy hogy miért nem tartjuk fontosnak azt, hogy ne csak az akadémikus menjen el például konferenciákra, hanem az orvos, az ápoló, a tanár. Tehát, hogy fejleszteni azt a képességet, hogy tegnap még viszonylag jól tudtál tanítani, de holnap mitől fogsz jobban. Tehát ez a hátradőlés, hogy na jó, most már kipipáltuk magunkat, kipipáltuk a tudományt, és akkor igazából azt gondoljuk, hogy ez elég mindenkit elvarázsolni, én szerintem nem. Tehát a gyógyító munkában is, és pláne van kínálat, tehát érdemes keresgélni, hogy kitől tudsz tanulni újat, kitől tudsz valami újat tanulni, akár csak úgy, hogy bevisz a színházba, és figyeld, hogy ezt nem vagy képes megcsinálni. Na, pillanat, hogy megnézem, hogy mi az, amit életbevágó is szerettem volna elmondani. Igen, például a mesztelenség. Az agresszióról, meg erről a boxról már egy picit beszéltem. Hát mit kezdjünk azzal például, amikor a színpadon mesztelennek kell lenni? És itt Máté Gábor mondta a minap egy interjúban, hogy azért az úgy van, hogy ha mesztelen egy színész, nő, férfi, filmvásznak, színpadon bárhol, akkor az ő maga. Tehát ő úgy értette, hogy akkor az a szereplő, és nem a szerep. És nagyon-nagyon meg kell győzni a színészt, aki egyébként egy rohadt exhibicionista szakmában van, amiben örökké kiteszi magát, ugye, a plénum elé. Ehhez képest úgy gondolom, hogy a színészeknek nagyon nagy része roppant zárkózott ember. És egyfajta kompenzálás az, hogy ő esténként neked ott, nem tudom, Csárdás királynő éppensége, vagy ott kánkán táncol, vagy ott, nem tudom én, éppensége Otello, de ő maga belül megközelíthet, némelyik kifejezetten megközelíthetetlen, és egy ilyen önterápiás módszer neki az, hogy ez a munkája. Nagyon-nagyon érdekes dolog, és ugye jön még egy dolog, ami szerintem nagyon nem, általában nem tesz jót nekünk, de például a színházi munkában is sokat hátráltat, ez pedig,
ez pedig a média. Szóval erről én külön tudnék egy két órás előadást tartani, szidalmazni a médiát, a sajtót, a műfajt, a stílust, a közönségességet és nagyon sok mindent, de azért biztos mindenki maga is gyártott véleményt, hogy mi van a médiában. De az a bulvár sajtó, az a pletykarohan, az a teljességgel jogtalan megközelítés, amiről néha-néha olvasunk, bár nem olvasjuk a bulvár sajtót, csak látom, hogy felháborodott színész kikéri magának, hogy róla valamit írjanak, amit állítólag ő mondott. Holott nem. Na, ez egy olyan fajta erkölcsi zűlés és egy olyan fajta nagyon-nagyon rossz etikai irány, ami most már tobból egy jó ideje, de miért akartam ezt mondani? Azért tartom fontosnak, hogy vigyázzunk arra, hogy ne mosódjon össze. Amikor beülünk mondjuk egy színházba, akkor mi ne kezdjük azt, hogy ja, ez az, aki most hagyta a patrózást, ez az, aki mindig veri a feleségét, és különben is autóval esete volt, mert különben is nem tudjuk, hogy meleg, vagy nem meleg, és különben is ott hagyta a férjét, agyon vágta az anyját, mit tudom. Szóval, és a másik, ami miatt nagyon felháborító a jelen médiának bármelyik, tehát az írott sajtónak és a bármelyik médiának az állapota, az pedig az, hogy tehát annyira eluralta az életünket, hogy közben valódi teljesítményről és igazi művészetről lehet, hogy nem is hallunk, nem is olvasunk. Tehát, hogyha be akar kerülni egy nagyon zseniális színész a médiába, akkor ő neki egy botrányt kell csinálni. És mivel ennek a inger küszöbe elég nagy lett, ezért egyre nagyobb botrányra van ahhoz szükség, hogy bárki bármi arra figyeljen. Úgyhogy én szerintem ezzel nem tiltakoznunk kell, és egyrészt nem foglalkozni vele, de hát keressük meg azt a részt, ami a hitelességet mutatja, és hát járjunk színházba. Én járjunk színházba. Köszönöm. Nagyon fontos kifejezések hangzottak el Júli szájából. Próbáljuk összeszedni.